Hello mindenkinek, én vagyok a Hubkap, aki nem tudná. És ugye már mindenki tudja, hogy kigyűjt a bétába ez a Valorant nevezető játék, amit a Rio csinál, de ez nem ilyen MOBA feelinges, hanem ilyen FPS shooter játék, ami azt jelenti, hogy hiába kerestek bele minionokat, nem lesznek, mert itt egymás ellen kell játszani 5v5-ös módba. Röviden tömörül először a játék, hogy vannak fegyverek, bombát le kell tenni, vagy a CT, vagy akkor diffúzolni, és miben különbözik, mint a Cségú? Hát abba, hogy itt a hősünknek vannak speciális képességei. És most szeretnék nektek bemutatni egy hőst, ami az egyik legerősebb. Az nem más, mint a Viper. A Viper, azaz magyarul a Vipera, annyit körülről a tudni, hogy ez egy nő. És vannak neki is képességei, úgymond ilyen toxikus, ugye, mert a Vipera az mérge van, ezért ennek a nőnek is vannak ilyen eszközei, amivel meg tudja mérgezni az ellenfelet. Na szóval, nézzük is meg, amit körülről tudni. Ha megnyomod a C betűt, akkor így betűti a kezében lévő eszközbe ezt a mérget, és akkor ki lehet lőni. Mindegy, hogy hova lövöd ki, az oda fog menni. Hát ott? Amit érdemes erről tudni, hogy ez zöld színű, ezzel jelzi, hogy ide tilos bemenni. Ugye, mert a biztonsági lámpákon a zöld azt jelenti, hogy szabad a járás. Itt a zöld nem azt jelenti, hogy tilos rámenni, mert akkor folyamatosan fogsz sebződni. Ezzel jó, mert ezzel szépen például itt jönnének, itt rusolnának, és te dobsz ide egyet, akkor így meggondolják, most átmenjek, sebződjek, ne sebződjek. Ezért majd visszafordulnak, érted? Szóval. Utána van neki a Q-ja. A Q az olyan, mint a gránát, de mégsem egy gránát. Ha ezt így eldobod, például ide, nem történik semmi, most ott van, mire jó ez a kis izé, hogy ide dobtam. Azért nem történik semmi, mert még egyszer meg kell nyomni, és akkor ilyen gömb felhő lesz, figyeljétek. Hát tud? És ezzel át lehet menni, meg át is lehet lőni. Bemész, és akkor így nem lát az ellenfél, hogy hum vagyok. És így lehet akkor kumpusztatni. Oké. Van az eszpenje, az is hasonló. Csak itt annyit kell róla tudni, hogy ez egy falat képez. Szóval lezárja, nem ugye? Ezzel csak egyet tudunk lezárni ezzel. A fallal nagyon sokat le lehet, végig. Figyelj, mutatom. Eldobom. És akkor kigyünk belőle ilyen sok kis dolog. És ha bekapcsolod, fal. És most jön a trükk. Ide állsz, ugye tudod, innen gyűnnek, és megnyomod az E-t, lemegy, és akkor lehet lőni. És akkor így megleped úgymond az ellenfelet. Ez ilyen kicsi ilyen taktika, erre majd a későbbi videóban megyek bele. És az útja meg az, hogy egy ilyen nagy felhőt csinál maga köré, és akkor aki benne van, az damage lődik. Ennyi. Ez egy elég jó út. Hát úgy. És kívülről igazából nem is látni, hogy hun vagyok benne. Ja, ezzel lehet ilyen taktikozgatni. Ugye a saját mérgét úgymond, saját mérgen nem sebzi a csajt. Most jogosan mondta, hogy hát ő nem lélegzi be, nem, mert rajta van egy maszk. Ezért immunisra ezekre a mérgekre, szóval. És akkor így eltűnik. Kigyűlök belőle, és akkor eltűnik. Amúgy ez elég jó karakter, mint támadóban, mint védekezőben. Hát én röviden szerintem én ennyit akartam, ez ilyen rövid kis bemutató videó lett volna. Majd utána kicsit még részletesebben, de tényleg csak a kezdőknek szól. Én ezt ajánlom, nem is nehéz, de nem is könnyű vele játszani, szóval ez ilyen közepes karakter. Ennél vannak könnyebbek, de vannak nehezebbek is. Sziasztok, én voltam Hubkap.